Köszöntöm a Trio TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2023. április 14-én, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Szánkón érkezhetett a húsvéti nyúl, legalábbis a Kőszegi hegységben. Hiába a telet idéző húsvéti időjárás, erős hosszú hétvégét zárt a Büki gyógyfürdő. 192 napelem kerül Büki közintézményekre, saját forrásból finanszírozza az energiamegtakarítást az önkormányzat. 45 riasztásnál tartanak a csepregi tűzoltók idén. Számos vonulásuk volt a tavasz első felében is. Kollégánknak is drukkolhatunk Kis Norbert filmje a Vasfilm 19 versenymezőnyében. Két nap alatt 81 madár kapott jelölést, gyűrűztek a kőszegi legelőn. Ökonapot tartottak, háztartási hulladékból készültek alkotások az egyházas falui iskolában. Börtönbe került a Trio TV ügyvezetője, csak 3 óráról volt szó, és kamerát is vihetett. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Havazást hozott a húsvét vasárnap Kőszeg felett. A Kőszegi hegység keleti, északkeleti fele kapta a vastagabb hóréteget, és ha nem is hó formájában, de megérkezett a várva várt csapadék az alacsonyabban fekvő területekre is térségünkben a hosszú hétvégén. 700 méter feletti magasságban hozott havat a húsvét vasárnap a Kőszegi hegységben. A hóréteg vastagsága volt, ahol 6 cm lett, de olyan terület is akadt, ahol elérte a 9 cm-t. Látható Ráduli László meteorológiai észlelő bejegyzéseiben. A vastagabb hóréteg a hegyvonulat keleti, észak-keleti felé hullott, a kevesebb téli húsvéti csapadékot a déli, délnyugati rész kapta. Kőszegen a város észak-keleti felén 16 mm csapadék áztatta a földeket nagyszombaton, ezekkel a számokkal kívánt kellemes húsvétot a Kőszegi időjárás előrejelzés Facebook oldalon Ráduli László, kőszegi meteorológiai észlelő. Jól jött a csapadék, még ha nem is havazásra számítottunk húsvétkor, ugyanis március derekán tavaly augusztust idéző asszályról számolt be Csitkovics Károly, az Országos Meteorológiai Szolgálat peresznyei észlelője. Azt írta, a Sopron-Szombathely vonal térségében alacsonyabban volt a talajvíz szintje, mint valaha. A térség településein olyan kutak száradtak ki, amelyek az utóbbi 50 évben nem. Gyógyvizes strandmedencéket nyitottak, és használatba vehették a nyári bejáratot a vendégek a húsvéti hosszú hétvégére a Büki gyógyfürdőben. A látogatószámot illetően beváltak a várakozások, mintegy 12 ezeren fürdőztek a 4 nap alatt. Ha arányaiban ilyen forgalom realizálódik a nyári hetekben, akkor eredményes szezon elé néz a létesítmény, ahol nagyszabású programokkal búcsúznak a szauna szezontól, és szerdánként külön várják az időseket. Napos és tavasziasan enyhe időben használhatták a hetes medence gyógyvizes felét a Büki gyógyfürdő vendégei a húsvét utáni első szerdán. Ilyen időjárásnak örültek volna a vendégek és a fürdő részéről is az ünnepi hosszú hétvégén, amely a hűvös idő ellenére is jó látogató számot hozott a Bükkfürdő Termál & Spa-ban. Nagyon jó sikerült hosszú hétvégén vagyunk túl. Húsvétkor közel 12 ezer vendéget fogadtunk itt a Büki gyógyfürdőben. Kinyitottuk a nyári bejáratot, nyitottunk ki kültéri gyógyvizes medencét, élményfürdő medencét, és hát nagyon sok vendég érkezett ide hozzánk. Honnan érkeztek a vendégek, lehet tudni? Igen, elsősorban Csehországból érkeztek, a vendégeink közel 80%-a a Csehországból jött Bükkre, a többiek pedig Magyarországról elsősorban. Van szálláshelye is a Büki gyógyfürdőnek. Hogyan muzsikált ezen a hosszú hétvégén? A kemping nagyon jól teljesített, és teltházzal üzemelt a hosszú hétvégén. Több mint 150 kocsiba állunk, és 10 mobilházunk van, és az összes helyet el tudtuk adni, úgyhogy nagyon jól sikerült a kempingben is ez a hétvége. A vizes blokkok felújítását befejeztük, egy megújult, nagyon magas színvonalú kemping várja a vendégeket itt Bükkfürdőn. Lehet előrevetíteni, érdemes, szabad előrevetíteni ebből a hosszú hétvégéből a teljes nyári szezonra? Ha olyan sikeres lesz a nyári szezon, mint a húsvét, akkor nagyon jó szezonunk lesz 2023-ban. Miután látjuk, hogy a szálláshely foglalások nagyon magas arányúak már most nyárra, illetve kinyit a partnerszállodánk új szárnya is, ezért mi nagyon jó nyári szezonra számítunk. Bízunk benne, hogy az időjárás is kedvez majd a strand szezonban. Egyfajta szezon viszont éppen zárul, ugye a tél az általában a szaunázásé. Hogy lehet értékelni ezt a szauna idényt?
Bükkfürdő egyik legjobb, legerősebb eleme a szaunavilág, és a szaunavilágban még két szezonzáró rendezvénnyel várjuk a vendégeinket április 22-én és 29-én. Reményeink szerint teltházzal fogunk üzemelni még ezen a két szombati napon. A nyári szezonban ugye kisebb kihasználtsággal működik, de reméljük, hogy szeptembertől majd újra teltházzal üzemel a szaunavilág. Egyelőre nagyon jó a szauna szezon itt nálunk Bükön. Éppen egy szerdai napon beszélgetünk, nyilván nem véletlen, hogy viszonylag sok az idős vendég körülöttünk. Igen, van egy akciónk szerdára, ez a Senior Szerda nevű, amikor is kupont kapnak a vendégeink, amit a vendéglátóegységben tudnak elkölteni, és nagyon sikeres, hiszen látjuk, egyre többen veszik igénybe a kedvezményes jegy mellé ezt a vendéglátó kupont is a vendégek. A szerdai Senior akciót a strand szezonig tartja a Büki gyógyfürdő, ahol természetesen az időjárástól és a vendégforgalomtól függően sorban nyitnak a kültéri medencék és a vendéglátóegységek a strand területén. A szezon indításának is betudható húsvéti hosszú hétvége nem csak Bükkfürdőn sikerült jól, ez is okot ad a szektor pozitív várakozásaira. A friss turizmus konjunktúra index szerint javuló eredményességre számítanak a turisztikai cégek, márpedig ilyen optimizmus tavaly nyáron jellemezte legutóbb a szektort. Az is kiderül a mutatóból, hogy az áremelést nem tudták elkerülni a turisztikai szolgáltatók, természetesen itt, a Bükk-Sárvár turisztikai régióban sem. Az árnövelés országos átlagban 20%-os, miközben a működési költségek átlagban 36%-kal emelkedtek, vagyis a költségnövekedést csak részben hárították vendégeikre a szolgáltatók. A büki kormányablak tetőzetének 80%-át, a művelődési ház tetejének 30%-át, az átrium nézőtér tetőjének 90%-át, a büki hivatal tetőzetének pedig 60%-át borítja hamarosan napelem. Összesen 192 egységet telepítenek. Először egyelőre szigetszerűen működnek majd a rendszerek. Az intézmények saját felhasználását igyekeznek fedezni a helyben megtermelt energiával. Az önkormányzat saját forrásból finanszírozza a beruházást, amelyre az idei költségvetésben 51,8 millió forintot szánnak. 11 vállalkozónak küldték ki a pályázati felhívást, az ajánlatokat április 27-éig várják. A büki önkormányzat abban a szerencsés helyzetben volt és van, hogy a gázbeszerzésre vonatkozó, vagy a gázbeszerzése hatályosan ez év október 31-ig tart, a villany elektromos áram pedig ez év végéig. Következésképpen minket a szerződés lejárta után fog sújtani az az energetikai probléma, illetve az energia árak elszabadulása, mert korábban már utolért a többi önkormányzatot, amelynek nem volt hatályos szerződése, vagy éppen akkor járt le, amikor a legmagasabban volt az energia ár. Ugyanakkor fölkészülve arra, hogy bármikor ilyen előfordulhat, ne adj Isten, de mindenképpen a város jelentős energiafelhasználó, ezért törekedni kell arra, hogy az energetikai rendszerét felülvizsgálja, és lehetőség szerint a minél nagyobb arányát az energiának saját maga állítsa elő. Tekintettel arra most, hogy pályázati rendszer alapvetően az energiaközösségeknek lesz kiírva, ez még nem áll rendelkezésre, és az önkormányzat is ezen a pályán indult el, tehát hogy gazdasági nagyszereplőkkel energiaközösséget alkotva, tulajdonképpen az egyik helyen megteremelt mondjuk villamos energiát a másik el tudja fogyasztani, tehát ilyen szigetszerű üzemben tud gondolkodni. Ez egy táblatip cél, mint ahogy az is, hogy ezeknek a vezérlése az úgynevezett okos városprogramban is az önkormányzat szeretne részt venni, és az energetikai rendszerét minden vonalon megújítani. Ennek egyik fontos lépése, ami most tulajdonképpen konkretizálódik majd, hogy a saját forrásból az önkormányzat napelemek beszerzéséről döntött, és olyan önkormányzati intézményekre telepítünk, amelyeknek nagy a tetőfelülete, és nagy felhasználók is adott esetben. A kormányablak az egyik épület, ahova telepítünk napelemrendszert, ott annak nagy a felülete, viszont ő nem
olyan nagy fogyasztó. A önkormányzatnak az épülete, tehát a hivatal épülete, a városháza, annak is jelentős tetőfelülete van, és emellett a művelődési házra, illetve a sportcsarnokra terveztünk, de statikai okok miatt az átriumba fogunk telepíteni napelemrendszert a tetőkre, és ezektől azt várjuk, hogy jelentősen tudja mérsékelni szigetszerű üzemben, tehát amit ők termelnek, azt elfogyasztja a villamos energia költségeket. Aztán majd kiforja magát a későbbiekben az, hogy lehet-e visszatáplálással, tehát a hálózatba táplálással egy nagyobb szabású fejlesztéseket megvalósítani, hiszen a ténylegesen az jelenteni a megoldást, de jelenleg a jogszabályi keretek ebben eléggé mozognak. Tehát így úgy gondoltuk, hogy a szigetszerű üzemet tudjuk megcélozni, és a költségvetésünkben erre félretett összeg várhatóan fedezi azt a tervezői költségbecslést, ami 40 és 50 millió forint közötti értéket határozott meg erre a 4 telepítendő napelem felületre, illetve beruházásra, és tulajdonképpen úgy tervezzük, hogy az árajánlat kéréseket kiküldtük. Ezek beérkezése április vége, és bízunk abban, hogy a kivitelezés az nyári időszakban megtörténhet, és augusztus végére tervezzük azt, hogy ha minden sikerül, akkor ezek a napelemek működésbe állnak és termelnek nekünk. Egy árubeszerzés, 2 szolgáltatás megrendelés és 10 építési beruházás szerepel a 2023-as Büki közbeszerzési tervben. Az árubeszerzés a termáltér kialakításához kapcsolódik. A szolgáltatások a gáz és áram beszerzésre vonatkoznak, míg az építési beruházások között látható a komposztálótelep kialakítása, kerékpárút és bölcsődeépítés, valamint több vízes beruházás. A dokumentum már elérhető a város hivatalos honlapján a www.bük.hu internetes oldalon. Megtépázta Csepreget és környékét a tavaszi szélvihar, több munkát is adott a tűzoltóknak, és ezen kívül is volt dolguk műszaki mentéseknél és tűzeseteknél is. A tavasz első felét összegezzük a következő percekben. Hatalmas fenyőfát döntött ki Csepreg központjában a viharos szél március 27-én. 4 villanyoszlopot vitt magával a Rákóczi utcai fenyő, és 7 csepregi tűzoltónak adott munkát a műszaki mentés. És ez csak egy volt a tavaszi riasztások között. Az előző évek statisztikáját is túlszárnyaltuk már, hisz április derekán tartunk, még sőt április derekát sem értük el, és már 45 riasztásnál tartunk. A márciusi eredményünk az nagyon, nagyon rossz volt, 15 riasztás volt, és már most áprilisban is 8-nál tartunk. Úgyhogy a tavalyi év első 4 hónapjában összesen volt 44 riasztásunk, most pedig már ezt is túlszárnyaltuk sajnos. Márciusban 15 riasztásunk volt, mint mondtam, ebből 6 tűzeset, 7 műszaki mentés, és szerencsére a téves jelzések száma márciusban csak 2 volt. Ez nem volt gond. A műszaki mentéseknél meg kell említeni a viharkárokat, ugye az nagy sok munkát adott, hisz tudja mindenki, hogy Csepreg környékét is elérte ez a óriási északról beáramló szélvihar, hisz a Rákóczi utca egy jó részét letarolta egy fenyőfa kidőlése következtében, elektromos áram vezetéke, illetve az oszlopok dőltek ki sorba. Az volt, ami nagy munkát adott, a Tormási úton is, Tömördi úton is, Tömörd felé vezető úton is voltak fakidőréseink, tehát a műszaki mentések. Ez a rész volt, ami jó hír, hogy nem volt baleset. Tehát közlekedési balesetünk viszont nem volt, viszont volt megint szénmonoxid érzékelő bejelzésünk, és a tűzeseteknél a szabadtéri égetés még továbbra is, sőt most már azt gondolom, hogy egyre jobban jelentkezik, hisz itt a tavasz, mindenki szeretne az ősszel levágott ágaktól, vagy a tavasszal újból vágott ágaktól, falevelektől megszabadulni, és égetnek akkor is, amikor nem szabadna. Nem csökkent a riasztások száma a második tavaszi hónapban sem. Mondhatjuk, hogy egyelőre, hiszen április derekán értékelt az elnök. 3 tűzesetünk volt, 1 műszaki mentésünk, itt szintén szénmonoxid érzékelő bejelzés volt, és itt most a téves jelzések száma megugrott, egy bükkfürdői szállodából jött most bizonyos időközönként rendszeresen jelzés, szerencsére nem volt éles a helyzet, tehát téves jelzés volt, én bízom benne, hogy napokon belül a karbantartás következtében rendeződik ez a probléma, és a szállodából sem fog továbbra ilyen ütemben érkezni, hiszen 4 nap alatt érkezett 3 riasztás onnan. Én nagyon
bízom abban, hogy megfordul a tendencia. Bár ezt többször elmondom, ehhez mindenki kell, önök is kellenek, tisztelt lakosok, hisz megint volt kéménytűzünk, kettő is, megint volt egy olyan szénmonoxid érzékelő bejelzésünk, ami kémény eldugulásból adódóan visszáramló gáz, mérges gázok miatt jelzett a szénmonoxid érzékelő, kettő is egy lakáson belül. Úgyhogy arra kérünk továbbra is mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek, bár most még, bár bízunk abban, hogy a tavasz el fog jönni, de sajnos még az idő nem igazolja, és még mindig fűtünk, mindig van vegyes tüzelésű kazánokban is fűtés, és már a hosszú-hosszú téli hónapok után, a kémények azért csak-csak rakódtak le. Jó lenne, hogyha kellő odafigyeléssel, vagy akár egy picit kéményseprőket megkérni, nézzék át, hisz kijönnek ingyen és bérment, ha megcsinálják, és akkor nem lesznek ilyen problémáink. Úgyhogy így zártuk ezt a másfél hónapot eddig. Márciusban kerítettek sort éves közgyűlésükre a csepregi tűzoltók, tagfelvételről is döntöttek. Több új kollégánk is lett a rendszerben, hisz a Tűzoltó Egyesület és a Köztestület éves közgyűlésén új tagfelvételek kerültek, tehát új tagokat vettünk föl, és két tűzoltónk, akik a 40 órás tanfolyamot végezték. Nagyon lelkesek, és most már ők is közénk tartoznak, felszereltük őket ruhával, eszközökkel, védőfelszerelésekkel, és hát örömmel veszik, hogy új fiatal erők léptek a soraink közé. Hadd nevesítsem is őket mindenképpen, tehát Horváth Zoltán polgármester úr, aki nagyon örömmel és nagy elánnal vesz részt a munkában, a felkészülés során is, és Németh Márk szintén, aki szintén csepregi, ő már fiatalabb korában volt itt, nem csak az élet elszólította más területre, és visszatért hozzánk újból megint. Jól érzik magukat, bízunk abban, hogy hosszú távon számíthatunk rájuk, most nagyon lelkesek. A tanfolyamot nagyon lelkesen, nagyon komolyan vették és vitték végig. Úgyhogy örülünk, hogy növekszik. Jó lenne, hogyha még több lenne, de hát ezek kettőnek is nagyon örülünk most. Lesz lehetőség tanulni még? Most a tanfolyam kapcsán kérdezném, hogy indul mostanában, ha valaki kedvet kapna? Hát ha kedvet kap valaki, örömmel mi megszervezünk mindent. Sajnos egy picit nehézkes a nem bántva megyei igazgató, vagy Vasvár megyei igazgatóság humán osztályát. Mindent megteszünk is a térségben, több tanfolyamról is tudunk a megyei szövetség szervezésében is, illetve koordinálásával is. Tehát van lehetőség, hisz Szombathelyen is indult, meg indul majd 40 órás alaptanfolyam. Vasvárról tudjunk, tehát a Répcelak környéke is rendszeresen indít. De hogyha igény van rá, mint ahogyan ezt az télen megcsináltuk itt Csepregen, és minden további nélkül várjuk, nem csak a Csepregen, hanem a Csepreg térségében lakókat is, akiknek van kedvük arra, hogy ezt a szakmát, ezt a tevékenységet választják, akkor jöjjenek, nyugodtan jelentkezzenek, szóljanak, és akkor megszervezzük a tanfolyamot, és a tanfolyamot le is bonyolítjuk természetesen. Említette, hogy Márk már ifjúként is kacsingatott a tűzoltóság felé, és hát közeleg a gyereknap, ami toborzásra is remek alkalom. Készülhetünk toborzási alkalmakra, hogyha már tényleg kitavaszodik végre? Igen, már most több felkérésünk van különböző szállodákba és különböző helyekre. Tegnap kaptunk egyszerre kettőt is, Bükre és Bükkfürdő térségéből. Értelemszerűen persze, hogy készülünk a gyereknapra, itt Csepregen is helyszinten, és már más településre is kaptunk meghívást. Mi mindenhova elmegyünk, ahova hívnak bennünket, hisz egyrészt be tudjuk mutatni a munkánkat, eszközeinket, felszereléseinket, hogy milyen modern technikai eszközök állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy érdemben, gyorsan, szakszerűen fel tudjuk venni egy tűzesetnél, műszaki mentésnél a bajjal szemben az eseményeket, le tudjuk koordinálni. Meg amiatt is, hogy taborozzunk, igen, és nem csak gyerekeket, mert örömmel veszük, hogyha a szülők is jelentkeznének, hisz az állománynak mindig frissítésre mindig szükség van. Nem panaszkodom, hisz most is van egy nagyon komoly fiatal mag, akivel rendszeresen foglalkozik parancsnok úr, de ha még több lenne, még jobban örülnénk.
14 órányi film, ennyit neveztek a 19. Vasfilm Fesztiválra. A 65 beküldött film mintegy kétharmadát mutatják be a fesztivál versenyprogramjában. Nem volt tematikai megkötés, szabadon alkothattak és nevezhettek a filmesek és filmes csoportok idén is. Vépen, április 22-én és 23-án lesz a fesztivál, ahol bemutatják a szerte a Kárpát-medencéből küldött alkotásokat. Ott van a versenymezőnyben a Trio TV vágó operatőr munkatársának filmje is, Kis Norbert, Set It Free című rövid filmje. Drukkolunk a klip sikerének, és bele is nézünk néhány képkocka erejéig. Széncinege, cigánycsuk, őszapó és még 13 másik madárfaj összesen 81 példánya kapott jelölő gyűrűt a kőszegi legelőn, ahol korábban már gyűrűzött egyedek is hálóba akadtak. Előtte egy gyógyult gólyáról is hozunk hírt az Őrségi Nemzeti Park online beszámolója nyomán. Bajánsenye, kőszeg, déli telelés, majd ismét bajánsenye. Ezt az utat járta be a fehér gólya, amelyről a napokban adtak hírt az Őrségi Nemzeti Park munkatársai. Tavaly májusban került bajánsenyéről kőszegre a madár, miután nem tudott repülni, valószínűleg enyhe áramütést szenvedett. Kőszegen megerősödött, gyűrűt kapott, és 3 hét után szabadon engedték. Most áprilisban ismét mutatkozott, bajánsenyén készült kép a gólyáról. Természetesen nem csak a bajánsenyei gólya visel kőszegi jelölést, sőt, a tavaszi kőszegi madárgyűrűzés alkalmával 16 madárfaj 81 példánya kapott gyűrűt. A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont sok-sok fotóval adott hírt az eredményes kétnapos jelölésről. Azért is fogták be hálóval az erre közlekedő madarakat, hogy megismerjék a madárvilágból, mely fajok használják a területet. Kicsi iskola nagy törekvésekkel. Környezetvédelmi programon jártunk az egyházasfalui Simonyi Károly általános iskolában. A szülők is részt vehettek a különleges ökonnapon, ahol a diákok hulladékból alkottak. A munkáik képzőművészeti diplomamunkaként hasznosulnak. Fontos a fenntarthatóság. Erre igyekeznek nevelni a gyerekeket az egyházasfalui iskolában, ahol a napokban Ek Odett vezetésével a háztartásokban található hulladékokból képzőművészeti alkotást készítettek a gyerekek. Munkáik diplomamunkaként is hasznosulnak.
Igazából kollázsokat készítünk környezettudatosság jegyében. Különböző szemét, illetve a háztartási hulladékokat ragasztunk rá egyszer egy méteres táblára. Fel szeretnénk hívni a környezetvédelem fontosságát, illetve az újrahasznosítás lehetőségét, hogy nem feltétlenül kell kidobni azt a hulladékot, ami számunkra hulladék, hanem újra fel lehet használni. Úgy hallottuk igazgatót, hogy ezek ki is lesznek állítva. Hol és mikor láthatóak ezek az alkotások? Ezek az alkotások május 26-án egy diplomakiállítás alkalmával lesznek láthatóak az Írókész Galériában Szombathelyen. Folyamatos a környezetvédelmi nevelés az egyházasfalui iskolában. Mi itt a gyermekekért vagyunk, értük, csináljuk az ilyen különböző programokat, és úgy érzem, hogy érdemes, mert nekik ez nagyon tetszik. És mivel nekik tetszik, ezért a hozzáadott anyag, a felkészülés ezekre az előadásokra megéri a befektetett energiát. Főként a kolléganők érdeme ez, hogy ilyen programok vannak az iskolánkban. Szerencsére nagyon jó az összefogás a tanári karban, és minden ilyesmi megszervezésében nagyon szívesen vállalnak feladatot a kollégák. Az ökonapra a szülőket is várták. Annó én is ide jártam, még én nem maradtam ki, 94-ben. Mind a két gyermekemet ide irattam be, teljesen megfelel az elvárásoknak, ugyanazokat az eredményeket tudják hozni a középiskolába, illetve most még csak a nagyról beszélek, a kicsi az most fog ballagni. Annó, mint önkormányzati, tehát működtetés alatt telt az iskola, akkor is folyamatosan azon harcoltunk, azon dolgoztunk, hogy az iskola megmaradjon, hiszen azt valljuk, ha egy faluban megmarad az iskola, akkor megmarad a közösség. Akkor van miért dolgozni, és ez az új élet. Tehát ameddig a gyerek az iskolába jár, addig van élet a faluban. Kisiskola bensőségesebb légkör jellemzi, a gyerekre sokkal nagyobb figyelem jut, akármilyen probléma adódik, a pedagógus hamarabb felismeri. Ezen kívül a fenntarthatóság jellemzi az iskolákat, a környezettudatosság, a tiszta levegő sokkal jobban megvalósul itt falun, mint a városi környezetben. Családias az egyházas falui intézmény. A nagy iskolákhoz képest a kicsi iskola minden előnyével. Továbbra is reménykedem benne, hogy minden haladni fog a maga útján, minden a maga kerékvágásában gurulni fog. Pedagógusként egész más itt tanítani. Már egy délutánonként folyó tehetséggondozást is elkezdtem. Természettudományos témaköröket dolgozunk fel, versenyekre készülünk. Könnyebb volt itt megtalálni a kiemelkedő tehetségeket a kevesebb diákból, mint mondjuk egy nagyobb iskolában, és a gondozások is sokkal egyére szabottabb. Illetve gondolom, hogy akik gyengébb képességgel rendelkeznek, őrájuk is több időt tudtok fordítani. Természetesen igen. Kisebb az osztálylétszám, nem ilyen 20-25 főkkel dolgozunk, mint mondjuk egy nagy iskolában, úgyhogy sokkal jobban tudunk rákoncentrálni egy-egy diáknak a haladására. Kevés a hasonlóan kis iskola. Egyházas faluban éppen 10 éve, 2013-ban gyűltek össze úgynevezett iskola ölelésre, ezért működhet most is az oktatónevelő munka. Eredményesen, hiszen több ide járt diákból lett diplomás ember. Jó társaságot, kedves tanárokat, jó kirándulásokat. Melyik program volt a legjobb, ami eddig tetszett? A tavalyi osztálykirándulás a Family Parkba. És miért pont az? Szeretem az ilyen kirándulásokat. Ha tehetnéd, falusi iskolát vagy egy városi iskolát választanál? Falusit. Miért? Mert itt kisebb az osztálylétszám, jobban odafigyelnek. A korabeli feljegyzések szerint már 1631-től működött zsubtetős, egytantermes, úgynevezett iskolaház egyházasfaluban. Aztán csaknem 3 évszázad elteltével 1903-ban építettek tágasabb, két tantermes épületet. 2004 óta viseli az iskola a falu híres szülötte Simonyi Károly nevét. A mérnök, fizikus, tudós tanár, Charles Simonyi szoftverfejlesztő űrturista édesapja életútját követendő példának tartják az intézményben.
Maradunk a gyerekeknél, de még kisebbekről lesz szó, ugyanis aktuális az óvodai és bölcsődei beiratkozás a 2023-24-es nevelési évre. A Büki Csodaország óvoda, bölcsőde és közétkeztetést ellátó intézménybe, az Oviba, május 2-án és 3-án, a bölcsibe május 3-án lehet beiratni a gyerekeket. Csepregen az óvodai beiratkozás és bölcsődei igényfelmérés előbb már áprilisban aktuális. Április 25-én kedden és 26-án szerdán várják a szülőket. A csepregi óvodával kapcsolatban pedig fákról is beszámolhatunk. A településfásítási programban volt sikeres Csepreg, 13 frissen ültetett csemete várja majd a megújuló Oviba visszatérő kicsiket. Egy-egy keskeny levelű kőris, szél, korai juhar és kislevelű hárs, valamint 2 gömb szivarfa, 3 magas kőris és 4 közönséges nyírfa került a földbe a csepregi óvodánál. Rácsok mögé került a Trio TV ügyvezetője. Nem büntetés végrehajtásról volt szó, hanem forgatásról. A Magyar Sajtó napja apropóján hívták a szombathelyi börtön bejárására a Vasvár megyei sajtómunkatársakat. A börtönfalakon belülről mutatunk beszámolót. Kinyíltak a rácsok, és riportereket csoportja 3 órára a szombathelyi országos büntetés végrehajtási intézet vendége lehetett. Ez az intézet egy telephelyen működik, és az egy telephelyre vonatkozó fogvatartotti létszám tekintetében Magyarországon, de hogy még Európában is jelentős helyen áll, a maga 1496 férőhelyével. Akár csak fogházban, akár fegyházban letöltendő a kiszabott szabadságvesztés, minden fokozat megtalálható Szombathelyen. Az elzárásostól elkezdve a legszigorúbb szabadságvesztés büntetésig, a fegyház fokozatig elő is fordul. Nyilván, hogy az arányok az adott helyzettől, vagy tehát most helyzet alatt gondolok itt a migrációs helyzetre például, az arányok azért változnak. Az a jellemző most, hogy zárt intézet lévén nálunk inkább fegyház fokozatú elítéltek vannak túlsúlyban. Az érdeklődő sajtó munkatársak hallhattak sok más mellett a börtönben megvalósult informatikai fejlesztésekről, azok között az úgynevezett kioszk rendszerről. Fogvatartottak számára elérhető, fogvatartottak ezen keresztül tudnak kérelmet előterjeszteni, anélkül, hogy mondjuk bármilyen kollégának ezzel adminisztrációs munkát adnának. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a körlet folyosókon kihelyezett terminálon a fogvatartottak rögzíteni tudják a kérelmüket, és megjelölik azt a szakterületet, vagy ügyintéző személyt, kollégát, akinek a hatáskörébe tartozik a kérelem, vagy akitől szeretnének kérni, és az automatikusan megjelenik a kollégának a számítógépén, és akkor meg tudja kezdeni az ügyintézést. A technika ma már arra is lehetőséget ad, hogy ne kelljen a fogvatartottaknak megjelenni a bíróságon. A kihallgatásán vagy tárgyalásán online is részt vehet. Persze van olyan helyzet, amikor elengedhetetlen a fogvatartottak előállítása. Ilyen esetekben természetesen ügyelnek a biztonságra. Ezt is megmutatták a rácsok mögé került riportereknek. Amit itt láthatunk, az egy láblincs. Tehát ez jelentősen leszűkíti a fogvatartottnak a mozgási tartományát. Ebben nem lehet szaladni, csak totyogni. Ez egy bilincs rögzítőv. Ezen keresztül kerül átfűzésre egy patent bilincs. És akkor ilyen helyzetben van a fogvatartott, lábbilincsel egyaránt felszerelve. Nagyon minimális a mozgás tartománya. Valamint van még egy vezetőszár, ami a bilincsen kívül a fogvatartott karján, csuklóján van, amelyet a kollégám is a karjára fűzve visel, és így vezeti a fogvatartottat. Tehát ennek a célja az, hogy megakadályozzuk a fogvatartott engedély nélküli eltávozását, magyarra fordítva szökését.
Az eszközöket indokolatlanul és feleslegesen nem használják. Kivételt jelentett a riporterek látogatása, hiszen első kézből így tapasztalhatták meg a büntetés végrehajtási intézetet. A fogvatartottak utazásáról is pontos képet kaptak aztán az újságírók, hiszen rabszállító kocsiba ülhettek. Különleges helyszín a börtönkápolna. A hit megélésének rácsok mögötti helyszínét is megmutatták a szombathelyi börtön munkatársai. Láthatták a vendégek, hogy Szaváriához és Vas vármegyéhez kötődő szentek és egyházi személyek szerepelnek az üvegablakokban. A riporterek hamar letöltötték a rácsok mögötti idejüket, hiszen mindössze 3 óra után szabad volt az útjuk, hogy hírül vihessék a büntetés végrehajtási intézetben tapasztaltakat. Közlekedési információval zárjuk műsorunkat. Buszra kell átszállni a vonatról. Bükk és Szombathely között viszik autóbuszok az utasokat április 15-én és 16-án, tájékoztatott a Gyesev. Érdemes utazás előtt tájékozódni a Sopron és Szombathely között érvényes hétvégi vágányzári menetrendről. Kedves nézőink, magazinunk végén ezúttal is áttekintjük címszavakban beszámolóinkat. Szánkón érkezhetett a húsvéti nyúl, legalábbis a Kőszegi hegységben. Hiába a telet idéző húsvéti időjárás, erős hosszú hétvégét zárt a büki gyógyfürdő. 192 napelem kerül büki közintézményekre, saját forrásból finanszírozza az energiamegtakarítást az önkormányzat. 45 riasztásnál tartanak a csepregi tűzoltók idén, számos vonulásuk volt a tavasz első felében is. Kollégánknak is drukkolhatunk, Kis Norbert filmje a Vasfilm 19 versenymezőnyében. 2 nap alatt 81 madár kapott jelölést, gyűrűztek a kőszegi legelőn. Ökonapot tartottak, háztartási hulladékból készültek alkotások az egyházas falui iskolában. Börtönbe került a Trio TV ügyvezetője, csak 3 óráról volt szó, és kamerát is vihetett. Új közéleti magazinnal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, addig is tartsanak a Trio TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, érdemes. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!